Üdvözlöm kedves nézőinket! Hetedik alkalommal rendezik meg a Szegedi Nemzetközi Ifjúsági Gitárversenyt. A stúdiónkban már itt van Bozsóki Gergely, az esemény főszervezője. Szia! Üdvözöllek! Üdvözöllek! Köszönöm, hogy itt lehetek! Kikkel karöltve rendezitek meg ezt a versenyt? Hát jóformán maga a verseny az a 21. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválnak egy ilyen alprogramja, tehát jóformán a fő rendezvényünk az imént említett fesztivál. Idáig, hogyha jól emlékszem, akkor a Karolina iskola rendezte, illetve pár társszervezőbe kapcsolódásával, idén ez teljes mértékben a Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál vállalta magára. A verseny lényege az, hogy jóformán magyarországi, illetve külföldi fiatal gitárosok mutathassák meg tehetségüket, illetve mérethetőség összetudásukat. Milyen kategóriába jelentkezhettek a versenyzők? Hogyha jól emlékszem, akkor a legfiatalabb korosztályunk az 2000-ben született gyermekek, és ettől kezdve, tehát a 2000-es kategóriától kezdve két évenként növekednek a kategóriák korosztályai. A felső határ az jóformán az ilyen középiskola végzős korosztály. Kikből áll a zsűri, kiket válogattatok össze? A zsűri az teljes mértékben nemzetközi összetételű. Magát a versenykiírását úgy találtuk ki, hogy abba szegedi zsűritag ne vegyen részt, hogy nagy véletlen részrehajlásról legyen szó, illetve részt vesz a zsűrizésben egy szerb gitárművész, azon kívül pedig egy brazil, illetve egy lengyel művész. Milyen művekkel szoktak részt venni, illetve milyen műveket szoktak előadni a versenyzők? Maga a versenykiírás az nem tartalmaz semmilyen jellegű megkötést, egyedül ugye kategóriánként egyre növekedő időlimit van. A műsornak a választás az teljesen szabad, de mégis ugye a felkészítő tanárok úgy válogatják össze ezeket a műsorokat, hogy ténylegesen a gyermekek a tudásuk legjavát mutathassák be. De mindenféleképpen találkozhatunk fülbemászó dallamokkal, ami akár az utcáról betévedő közönségnek is barátságos. Szegediek is jelentkeztek az idei versenyre, illetve jelentkeznek. Ők hogyan teljesítenek a versenyen, vagy az eddigi években? Mindenféleképpen. Alapvetően a szegedi gitározás az már évek óta ez nagyon magas színvonalat képvisel. Hogyha megnézzük csak az egyetemi réteget, akkor talán bátran kijelenthetjük, hogy Magyarországon itt a legerősebb a gitártanszak. A fiatalabb korosztályra is úgy szintén ez jellemző, országos szinten, mivel rendkívül jó gitártanárok vannak itt Szegeden, jó szakemberektől tanulhatnak a gyerekek, és ez mindenféleképpen úgymond a versenyen nyújtott teljesítményeken is megmutatkozik. Mivel díjazzátok a helyezetteket? Mi a fődíj például? A fődíj az egy gitár, melyet egy budapesti hangszerkészítő műhelytől kaptunk, ami egy rendkívül nagy öröm számunkra, hogy sikerült olyan támogatói kört találnunk magunknak, akik felajánlásokkal tudják támogatni a versenyző diákokat. Jóformán minden egyes korcsoportban három fő helyezést osztunk ki, tehát első, második, harmadik helyezettet, de ezen kívül ugye mindenki pontozásban részesül, tehát ponthatáronként mindenki díjban is részesül, minthogyha minősítenénk az adott versenyzőket. A koronavírus kapcsán készültök valami terve, hogy esetleg ha el kell halasztani, akkor mikorra vagy ezt hogyan teszitek meg? Van valami terv? Így van, hát ugye erről muszáj beszélni. Pont tegnap volt erről egy fontos megbeszélésünk. Egyelőre, mivel úgy rendelkeznek erről, hogy március végéig van ez az egész rendezvényszervezés leszabályozva, odáig teljes mértékben, teljes kapacitással folytatódik a szervezés. Utána, hogyha ez tovább elnyúlik, akkor nagy eséllyel elmaradhat a fesztivál, illetve maga a verseny is, akkor több mint valószínű, hogy őszre fogjuk áttölni a rendezvény megszervezését, tehát ilyen október-novemberi hónapra. Köszönöm, hogy eljöttél, és sok sikert a szervezésben. Remélem, hogy tényleg márciusig lezajlik ez az egész koronavírusos dolog. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehettem.